Terézvárosi Családsegítő Dunabogdányban. Kedvezményes üdülési pályázat Siófokon. A 6. 7. kerületi ipartestület látogatása Lentiben. Első hét a Terézvárosi Napközistáborban. Juniális a Bencúrházban. Ovizsaru program a 6. kerületi Fasori Kicsinyek óvodájában. A Terézvárosi Szlovák Önkormányzat műsora a Hunyadi téren. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. A Terézvárosi Önkormányzat jóvoltából a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ az idén is lehetőséget adott a kerületben élő, rászoruló családoknak, hogy a nyarat egy kis kikapcsolódással tölthessék el. Terézváros üdülőjében, Dunabogdányban. Idén harmadik alkalommal rendeztük meg itt Dunabogdányban a családi táborunkat. A Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ szervezésében kerül sor erre a családi táborra. Idén harmadjára nagyon boldogan jöttünk le, mert nagyon szép napsütés várt minket, és nem volt rossz idő, úgyhogy ez nyilván adott egy motivációt a további programok megszervezésére, hiszen ha eső lett volna, akkor nem tudtuk volna ezeket kivitelezni, úgyhogy én úgy látom, most már itt vagyunk a negyedik napon, úgyhogy úgy látom, hogy a családok nagyon jól érzik magukat, és bízom benne, hogy minden programmal kielégítjük az ő igényeiket a programok irányába, úgyhogy reméljük, hogy továbbiakban is jól fogják érezni magukat. Eddig én úgy látom, hogy mindenki mosolyog és jó kedvű. Külső helyszínen eddig hétfőn voltunk, Visegrádra mentünk el, minden évben elmegyünk egyébként Visegrádra, mert onnan gyönyörű a kilátás, amit a családjainknak, akik eljönnek ide, látniuk kell, hiszen nem mindennapi látvány vártott ránk. Úgyhogy hétfőn voltunk Visegrádon, és utána egy bobozással zártuk azt a napot, és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és ez nekik a legjobb pontja a napnak a hétfőben, mikor bobozni voltunk. Rájszínből az kiderült, hogy Dunabogdányban vagyunk, a kedves nézőknek ez nem újdonság. Ezután a családsegítő kapta meg ezt a terminust, ami most van. Hogy érzik magukat? Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a hangulat, és mondhatom azt, hogy sok barátot lehetek a gyerekek, mint én is a szülőkkel, és nagyon sok program van táboron belül, táboron kívül, amik ugye még nekünk se voltak feltüntetve, úgyhogy meglepetés volt. Legyen az egy fagyizás, vagy Visegrádnál mondjuk egy plusz bobozás. Voltunk Stampork Park, ott ilyen vetélkedő volt a gyerekeknek, amit élveztek mondjuk a nagyobbak is, úgy, mint régen. A családról egy pár szót. Rólunk annyit kell tudni, hogy én két gyermekemet nevelem, a Simont és van egy kisebbik. Aki már közben elment. Elszaladt, igen, mondjuk ő másképpen találja fel magát a táborban. És a két testvéremet nevelem, tavaly anyukánk is elhunyt, és így az én a férjem és én gyámságom alá került a két testvérem, így négy gyermeket nevelek. Ezáltal kerültünk is ide a 6. kerülete ebbe a szép helyre, táborba. Oké, hát meséljetek nekem, hogy milyen itt az élet, hogy érzitek magatokat, mi volt neked a legnagyobb buli eddig? Hát elmentünk hétfőn például ebbe a Fellegvárba is, meg hogy boboztunk is, az is volt például, azt is meg tudtuk csinálni, hogy van mondjuk a 2 éves öcsém is, hogy 3 éves, és még ez így az élményben is segítettek, hogy beszéltek, hogy hadd jöjjön mégis velünk, meg hogy hát itt a táboron belül is vannak délutáni ilyen programok, például ma van ez a üvegfestés, meg tegnap volt 20 órától, ki mit tud, meg ilyenek. A tesod említette, ki mit tudott, ott milyen feladatok voltak? Igazából minden gyerek avval, amit tudott, úgymond fellépett. Igazából volt köztük tánc, ének,
rajzoltak, még a felnőttek is, akkor a gyerekek is. Köztük voltam én is, hogy én is felléptem énekkel, sikerült első helyezést elérnem. Igazából ez úgymond jó volt a családoknak is, akkor a gyerekek is nagyon jól érezték magukat. Nővéremmel is énekeltem, szóval ez ilyen kis benti tábor, ilyen szórakozás volt. Jól érezték magukat így a gyerekek is, együtt a szülők is. És itt van a hátul mögött a sláger, itt általában, amikor mi ide szoktunk jönni, forgatni, akkor a napközis táborosok, itt a táborosok vannak itt, és hát ugye az első a medence, hogy beleugrálgatnak. Ti minek sikerült ebben az időszakban fürödni? Persze, nagyon örülök, hogy most ilyen jó idő van, mert még jó időben is jöttünk. Az a jó, hogy lehet itt labdázni, bele lehet ugorni, meg nem láttam nagyon olyan sok tábortól, ilyen nagy medence van, és nagyon jól érezzük most nagyon magunkat. Labdázni szoktunk benne, leúszkálni a víz alatt, ilyesmi. Önök abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy már másodszor élvezhetik a Dunabogdányban ezt a nyári táborozást. Hogy érzik magukat? Nagyon szépen köszönjük, tökéletesen érezzük magunkat. Az idő csodálatos, a programok nagyon jók és változatosak. Voltunk már a Visegrádi várban bobozni. Minden nap délután vagy délelőtt, attól függ, hogy vannak a programok, a medencét használják a gyerekek, csodálatosan süt a nap. Már mindenkinek szép barna színe van, tökéletesen érezzük magunkat. Tavaly is majdnem pont ugyanilyen jó volt, igen. Mondhatnám, nincs különbség. Arra mesélj, hogy itt hogy érzed magad, hiszen itt most kivonult a család, ha két testvéreddel és anyával itt élvezkedtek. Nagyon sok ilyen kézműves program van, mint anyukám is mondta, a medence is nagyon jó. Hát igen, voltak a polgárőrök, ma jönnek még a tűzoltók, aztán én az esztergomi kirándulást várom holnap. Nagyon igazából most kézműveskedtünk, dekovázsoltunk, és igen, igazából szerintem nagyon jó hely itt. Az idei nyár a harmadik alkalom, hogy a Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő családok, felnőtt személyek részére nyaralást szerveznek. Ahogy mondtam az előbb is, a szolgálat szolgáltatásait és a központ szolgáltatásait igénybe vevő gyermekes családok és felnőtt emberek azok, akiket meghívunk a családos táborba, és igyekszünk minél gazdagabb programot biztosítani számukra. Erre minden lehetőség adott, hiszen ez egy csodálatos, gyönyörű helyen fekvő tábor, gyönyörű a környezet, az épület, fantasztikusan felszerelt, és hát ezúton is szeretnék köszönetet mondani Terézváros önkormányzata részére, hogy biztosítja intézményünkön keresztül terézvárosi családok részére ezt a lehetőséget, hogy azok, akik egyébként akármilyen okból nehezen oldalák meg a saját családjuk, gyermekük számára a nyaralás lehetőségét, erre ezen az úton, ezen a módon lehetőségük van. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzat képviselőtestületének humán bizottsága pályázatot írt ki a kerületi szociálisan rászoruló gyermekeket nevelő családok, személyek 2018. évi üdültetésére. A cél a kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása az önkormányzat siófoki üdülőjében. A turnusok 6 éjszakásak, kedden 10 órától, hétfőn 10 óráig tartanak.
A nyáriakra pályázni 2018. július 6-áig lehet. A részletes tudnivalók megtalálhatók a www.terézváros.hu weboldalon. A Terézvárosi Önkormányzat Humán Bizottsága pályázatának köszönhetően ez alkalommal a 6.-7. kerületi ipartestület tagjai kirándultak Lentibe. Az indulásnál Csóka Ilona elnökasszony kívánt jó utat. Lentiben pedig Horváth László polgármester fogadta az érkezőket, akik többek között betekinthettek a kulisszák mögé az ott élő iparosok életébe. Egy házi szőttes és egy kosárfonó műhelyt néztek meg. Most következik egy hangulati összefoglaló, a bővebb összeállítást a július 9-i Terézvárosi magazinban láthatják. Pécseger után most Lentibe megy az ipartestület, itt állunk a önkormányzat előtt, és egy kalandos útnak nézünk elibe. Igen, Terézváros testvérvárosa, Lenti városa, és az ipartestület elnöksége úgy döntött, hogy szorosabbra kell fűzni a két városnak, tulajdonképpen ide Budapest városrészének és Lenti városának a kapcsolatát, és ezen belül a Lenti város iparosait fogjuk meglátogatni. Ezen belül két rendkívül kiemelkedő teljesítményű kisiparosnak, és szinte kihaló szakmának számító iparosnak a műhelyébe is ellátogathatunk. Az ipartestület irodáit megnézhetjük. Az egyik egy kosárfonó hölgy lesz, a másik pedig egy kéziszövőnő. A másik az, hogy nagy szeretet van a két testvérváros között, és ezt szeretnénk ezzel a kirándulással is ezt erősíteni. Ez a kirándulás nem jöhetett volna létre a Terézváros Önkormányzat Humán Bizottságának támogatása nélkül. Így igaz, és én nagyon örülök, hogy támogathatjuk az ilyen jó dolgokat, amikor egy civil szervezet el tud jutni kirándulás útján testvérvárosunkba, a gyönyörű Zalai Lentibe. Nekem azt hiszem nincs is más dolgom, mint hogy ez a támogatás, látom, hogy jó helyre kerül, én nagyon jó utat szeretnék kívánni az ipartestület tagjainak, nagyon jó idő van, kellemes kiránduló idő, bár a buszos út egy picit hosszú lesz, de azért azt kívánom, hogy legyen kitartás bennetek, mert egy gyönyörű várost nézhettek meg, és hát úgy hallom, hogy rettenetesen gazdag programot szerveztetek. Kívánom, hogy egész végig kísérjen benneteket az a jó kedv, amivel ma reggel innen indultok az önkormányzat mellől. Nagyon sok szeretettel fogadtam, és örülök, hogy a városunkba érkezett Budapest 6. kerület Terézváros Erzsébet Városi Parttestületének delegációja, és ez alkalom egyrészt arra, hogy megismerjék Lentit, mint testvértelepülést, másrészt pedig, hogy találkozzanak az itteni ipartestület képviselőivel. Örülök, hogy megmutathatom nekik Lentit, beszélhetek az elmúlt évek fejlődéséről, amelyek megtekinthetnek, másrészt pedig tudunk beszélni azokról a tervekről és fejlesztésekről, meg biztos, hogy érdeklik őket, hiszen ipartestületben vállalkozók, gazdasági szakemberek is vannak, és valószínűleg szeretnék tudni azt, hogy Lentiben milyen a gazdasági élet, milyenek a fejlődés lehetőségei, milyen befektetési lehetőségek vannak, és ezekről is szó eshet majd. És úgy gondolom, hogy mivel Lenti a pihenés városa, az aktív turizmus városa, lehetőséget szeretnénk biztosítani arra is, hogy megtekinthessék a gyógyfürdőt, a Szent György Energiaparkot, kipróbálhassák ezeknek a szolgáltatásait, és máskor is nagyon nagy szeretettel várjuk őket városunkba.
2018. június 25-én 116 gyerekkel és 11 pedagógussal megkezdődött a Terézvárosi nyári napközistábor, amelynek helyszíne az első 5 hétben a Derkovics Gyula általános iskola. A gyerekek a beiratkozásnál 6 csoport közül választhattak. A héten voltak közös programok. Kedden és szerdán az 5-ös 10-ben jártak. A Coco című mozifilmet nézték meg, illetve a Majorka Színház a Kék festő inas című báb előadásán szórakozhattak a gyerekek és a felnőttek. Csütörtökön 3 csoport Visegrádon járt. Boboztak. A többiek az állatkertben voltak. A tábori foglalkozásokon görkorcsolyáztak, néptáncot tanultak a nebulók. A kézműves csoport barátságkarkötőt, hangszert és darazsat készített. Az úszók minden nap vízbe ugrottak a Bajza utcai úszodában. Az infócsoport tagjai pedig számítástechnikai tudásukat fejlesztették. A Postakürt Alapítvány a szociális jellegű támogatások mellett lehetőséget kíván teremteni a postások nagy családi találkozójára. Így született meg a Postás Juniális terve, amelyre minden családot szeretettel vártak június végén a Benczúr Palota kertjében. Színpadra léptek nagy tehetségű postástársak, bemutatkozott egy különleges kölyök színpad Pécsről, illetve a gyermekeket a jól ismert meseposta szórakoztatta. A házigazdák Vince Lilla és Hevesi Tamás előadó művészek voltak. Terézvárosi lakosként mindig rácsodálkozom erre a gyönyörű épületre és ennek a belsejére, ahol most vagyunk a Benczúr háznak a csodálatos kertjében, ahol első alkalommal juniális rendeznek. Így van. A Postakürt Alapítványnak az a célja, hogy egyrészt kulturálisan és másrészt szociálisan is támogassa a postásokat. Ez pedig a kettőnek az ötvözete, hiszen kulturális programokkal várjuk az ország minden tájáról a postás családokat. Jelenleg is 200 család érkezett itt most Budapestre, ahol a szociális vonalat azt képviseli, hogy például az úti költségüket támogatja az alapítvány, téríti az alapítvány. Kevesen tudják azt, hogy ez a postásoknak kulturális fellegvára, és most is itt minden kirakodó, minden kiállítás a postásokhoz fűződik. Ez így van. A mai juniálison egyrészt kirakodóvásárral várjuk a kerület lakosait is. Az összes kirakodó, az összes művész postás vagy postás kötődésű. Vannak itt festőművészek, vannak, akik ajándéktárgyakat készítenek, vagy fülbevalót, használati tárgyakat, mézet, szappant. Ezt mind-mind a postások szabadidejükben készítik, de azt gondolom, hogy olyan minőségű termékekről beszélünk, amit nyugodtan akár főállásban is készíthetnének. Van olyan is, aki családi vállalkozásban foglalkozik ezzel. Fönn az étterem galériában pedig az alkotó művészeknek az alkotásából nyílt egy tárlat, ezen kívül pedig a juniális színpadán is olyan előadó művészekkel találkozhatunk, akik postai kötődésűek, postások énekelnek, vagy éppen most egy gyerekszínpad van a színpadon, akinek az alapítója egy postás kollega. Vince Lilla művésznő, mai juniálisnak a háziasszonya, akinek egyébként nem idegen ez a környezet, hiszen évtizedeken keresztül itt laktál Terézvárosban, és ehhez a házhoz is sok szállal kötöttél, és most is jelenleg kötött. Így van, nagyon köszönöm, hogy megjegyezted, mert szívügyem a város és a régi része, ez az Andrássy út, a Köröndön laktam 12 évig abban a gyönyörű köröndi házban, és már akkor is ide jártam, hiszen itt ide jártam énekelni, és képzeljétek el, hát ez egy ős-pop-rock történet, Garai Attila drága tanított ének és jazz történelemre, és hát technikára, és akkor postásként is már működött a művelődési ház. De hát szerintem rengeteg zenész, képzőművész, művész mondhatja, hogy ez egy csodálatos épület, amit 6 éve felújítottak, és azóta én nekem is van egy művészeti szalonom, amit vezethetek 2 havonta, Kockacukor, és most pedig egy juniális gyönyörű nap, annak a háziasszonya is vagyok.
A 6. kerületi Fasori Kicsinyek óvodájában az Ovi Zsaru záró ünnepségen az idén is a kerületi rendőrkapitányság dolgozói látogattak el az óvodába, és segítettek a játékos vetélkedők lebonyolításában. A program a nagycsoportos korosztálynak nyújt ismereteket, a baleset megelőzés, a biztonságos közlekedés és a szabálykövetés témakörökben. Az ismeretek feldolgozása az év során játékos formában történik, havi rendszerességgel megtartott foglalkozásokon. A fontos elemek a minden alkalommal megjelenő bábok. Rendőr Ricsi, Rossz Csont Ricsi és anyukája a hétköznapok részévé váltak a tanév során, és a gyerekek a rendezvény megnyitásakor már ismerősökként üdvözölték őket. A záró ünnepségre, amely az addig elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására nyújt lehetőséget, minden óvodás örömmel és várakozással készült. Ennek során az óvónőkkel közösen járműveket készítettek kartondobozból, beszélgettek a közlekedés szabályairól. A rendezvényre érkező rendőrök tesztlapokat, színezőket, közlekedési táblákat is hoztak magukkal, ami még izgalmasabbá tette a kihívásokat. 4 állomást járhattak végig a gyerekek, ahol feladatok megoldásával mutathatták meg, hogy mennyi tudást szereztek az év során. Legnagyobb örömükre még arra is lehetőségük nyílt, hogy igazi rendőrautót és rendőrmotort próbáljanak ki. A gyerkőcök és az óvoda munkatársai megköszönték a részvételt a kerületi rendőrkapitányság munkatársainak, és izgalommal várják őket vissza jövőre is. Június 30-án délelőtt a Tér Zene Zene Tér koncertsorozat közönsége a terézvárosi szlovák nemzetiségű önkormányzat meghívásának eleget téve a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert fúvós zenekart hallhatta a Hunyadi téren. Az együttes 21 európai országban járt már, és most nagy örömükre szolgált, hogy a 6. kerületben is bemutathatták tudásukat. A szombati szabadtéri koncertre a hagyományos fúvós műfajok, az indulók, a polkák mellett musicaleket is játszottak az ifjú fúvósok. A közönség nagy tapssal mondott köszönetet a teret minőségi zenével megtöltő Békés megyei zenekarnak. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy júliusban a Tér Zene Zene Tér programjai már késő délután kezdődnek, és ezért is kérjük, hogy figyeljék adásainkat, hirdetményeinket, ahol a fellépők nevét és a kezdési időpontot is megtalálhatják. A Békés megyei településen 1969-ben alakult meg az ifjúsági fúvós zenekar, amelyet ma középiskolás diákok, főiskolai hallgatók és dolgozó fiatalok alkotnak, akik közül többen választották élethivatásuknak a zenei pályát. A zenekarnak 60 tagja van, akik az évek folyamán teljesen bekapcsolódtak a fúvós zenekari életbe, rendszeresen szerepelnek országos és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, ahonnan mindig értékes díjakkal, helyezésekkel térnek haza, ezzel is öregbítve hazánk és a település hírnevét. Sok szeretettel köszöntjük a Terézvárosi Szlovák Önkormányzat nevében ezt a gyönyörű napos délelőttöt, ahol Tótkomlósi Ifjúsági Fúvós Zenekart látjuk vendégül. Többször megpróbáltuk, már ebben az évben sikerült végre a nagy elfoglaltságukra tekintettel meghívni. Szóba mutassuk be az együttest, hiszen szép számmal települtek ki, és tényleg egy fergeteges koncertnek lehetünk majd tanúi szerintem. Hát nekünk is óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetünk Budapesten a Hunyadi téren, hiszen Tótkomlós szlovák nemzetiségi település, és ugye a szlovák önkormányzat
elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet szervezésében és a 6. Terézvárosi Önkormány szervezésében valósul meg ez a koncert, és mi mindig nagy örömmel teszünk ilyen meghívásoknak eleget, hiszen a zenekarunk már 49 éves, jövőre ünnepeljük az 50 éves évfordulónkat, és rengeteg fellépés, számos európai városban, 21 országban jártunk már, és tényleg nagy öröm, hogy itt Budapesten is bemutathatjuk tudásunkat. Mit hoztak nekünk? Hát a hagyományos fúvó zenétől, tehát a induló polka, musical, különböző szvittek fognak elhangzani a következő órában. Nagyon jó kapcsolatunk van, nem csak az országos szlovák önkormányzattal, hanem mint Terézvárosi szlovák önkormányzat, Terézváros önkormányzatával és az Ötvös Tízzel, no meg ugye ezen belül a Hunyadi tér zenetér program szervezőivel, és így sikerült most is egyeztetni, nagyon köszönjük nekik, nagyon rugalmasak voltak, és reméljük, hogy továbbra is gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat. Kedves nézőknek köszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a 6-os csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!